Az ellenzék vezetői lebontanák a határzárat, ezt kommunikálja a kormány legújabb plakátkampánya. A korábbi kormányzati plakátokon pedig Soros György volt a főszereplő, ami a friss közvéleménykutatások szerint meg is hozta a hatását. Egy felmérésből ugyanis az derült ki, hogy sokan nem is tudják, Soros György egyáltalán indul-e a választáson. A bizonyos értelemben beszélgetésünk szempontjából mindegy is. Krekó Péter a vendégünk, jó estét kívánok. A politikai igazgatójaként ismerik alapvetően a kedves nézők. De én elmondtam már, jó rég volt, úgyhogy nem fogom számon kérni, hogyha nem emlékeznek rá, hogy az összeesküvés elméletek szakértőjeként hívjuk most ma este, mert hogy ebben a témakörben írta a doktoriát is. Igen, és most egy könyvben dolgozom éppen ebben a témában. Na, hát ráadásul. Ha a könyv Magyarországról szól, akkor szerintem nem kell messze menni a példák. Én nem tudom, Magyarországról szól-e a könyve. Van benne szó Magyarországról is. Ez egy összeesküvés elmélet szakértőnek, ez az ország most egy Kánaán, egy paradicsom. Itt aztán bőven van. Honnan lehet tudni azt, hogy mi milyen hatást fog kifejteni a társadalomra? Jön egy ötlet, dobjuk be ezt a gondolatot, hogy muk nem igaz belőle, de annyira jól hangzik, és építsünk köré egy sztorit. Működik vagy nem? Tesztelik, vagy tutira mennek? Kicsit nehéz egyébként, mert akkor vizsgálni egy témát, hogyha az annyira hétköznapivá válik, mint a levegő körülöttünk, és gyakorlatilag ez a helyzet ma Magyarországon az összeesküvés elméletekkel, tehát olyan szinten eluralták a politikai közbeszédet, hogy már szinte nehéz őket elemezni, mert annyira körbevesznek minket. De én azt hiszem, hogy ez igazából egy jól kimódolt politikai stratégia, ami két alapelvre épül. Az egyik az, hogy a magyarok, és hozzáteszem, hogy nem csak a magyarok, mert Nyugat-Európában, de Kelet-Európában, más országokban, Dél-Európában is, világ mindenhol részen egyébként búrjánzanak a különböző típusú összeesküvés elméletek, az Amerikai Egyesült Államokban is. Erről beszéltünk talán itt múlt alkalommal is, tehát hogy van egy komoly igény az összeesküvés elméletekre. Az összeesküvés elméletekre sok mindent el lehet adni. Gondoljunk bele abba például, hogy az egyik legnagyobb bestseller, talán még az előző évtizedben az a Da Vinci kód volt. Da Vinci kód, amit több mint 500 millió példányba adtak el, hatalmas kassza siker lett, stb. Egy hatalmas nagy összeesküvés elmélet, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a katolikus egyház és az Opus Dei az eltitkolta azt, hogy valójában Jézusnak ugyebár vannak gyerekei, és máig élnek, és ez a vérvonal, ez a mai napig is létezik, csak ezt... Hogy hozzak én is egy példát, csak azért, hogy én is mondjak valamit. Itt van a holdra szállás. Hát amióta megtörtént a holdra szállás, azóta van egy csoport, hol hangosabb, hol halkabb, még azt állítja, hogy soha nem járt ember a holdon, az NASA ezt egy filmstúdióban készítette el ezt az egészet, és hiába a bizonyítékok, ez mit sem számít. Pontosan, az Egyesült Államokban ebben 6%-nyian hisznek, nemrég Oroszországnak a miniszterelnök helyettese posztolt ki ezzel kapcsolatban, vagy tweetelt ki valamit, amiben pont erre utalt, hogy ez valójában egy nagy kamu volt. Tehát, de pont az oroszok kamugyárosok. Igen, ők mondták azt, hogy igazából ez ugyebár az összeesküvés elméleteket nagyon szereti az orosz propaganda, és azt mondták, hogy valójában ez a holdra szállás, ez meg se történt. Ez nyilván Oroszországban egy népszerű narratíva. Tehát ez nálunk viszont nagyon veszélyes, bocsánat, hogy közvelük az, hogy összeérnek a valódi és a kitalált történetek. Mint egyébként azt gondolom, hogy az egész világon és a közösségi média elterjedése és az, hogy mindenki leírhatja a saját sztoriát, az ezt nagyon fel is erősítette, és fel is gyorsította ezeknek a terjedését. Igen, és szerintem itt érünk el a másik ponthoz, amire igazából felismerésként jött a kormány. Az a helyzet, hogy van egy olyan centralizált médiatér, ahol az összes kis túlzás, az összes hirdetési felület, a média 80-90%-a, a kormányzat kontrollja alatt áll. Kis túlzásra azt lehet mondani, hogy szinte nincsen olyan történet, amit ne tudnának elmondani a nyilvánosságon keresztül. Én erről a konkrét felmérésre egyébként már elmondtam máshol a nem túl kedvező véleményemet, hogy Soros György pártja létezik-e vagy sem. Szerintem ez egy rosszul feltett kérdés, de az biztos, hogy látszik, hogy ennek a propagandának van hatása. De az a helyzet, hogyha holnap indítana egy kampányt azzal kapcsolatban a kormány,
hogy az ég zöld, akkor lennének olyanok, akik egy idő után azt gondolnák, hogy az ég zöld, és az a helyzet, hogy szerintem van egy olyan illúziónk, hogy a második világháború és a 20. századnak a történései után az emberek megváltoztak a nyugati világon. És akkor most ehhez értsük hozzá Magyarországot is, ma már nem lehet azt megcsinálni, mint annak idején mondjuk a kommunista propaganda csinált, amit annak idején a szélsőjobboldali propaganda csinált. Az a helyzet, hogyha van egy nagyon centralizált médiatér, akkor ilyen 1984-hez hasonló helyzetek kialakulhatnak, és ma Magyarországon erről van szó, nincs olyan történet, amit ilyen médiakörnyezetben a kormány tudna átvinni. A kontrája is működne? Most a kormány elhatározza, hogy innentől kezdem értenni. Azt plakátolja ki, és azt hirdeti a médiában, a Soros György meggondolta magát. Elhinnék az emberek, hogy minden másképpen van? És nem gondolkoznának azon, hogy várjunk már egy picikét, tehát ideig azt hallottuk, hogy Soros György, sőt a parlamentben elhangzott, hogy ő a sátán. Most meg elkezdtük szeretni. Szerintem simán benyelnénk? Szerintem igen, hát óceáni az ászlaját húzzuk fel, és akkor megváltozik ezzel a helyzet. Szerintem ezt is lehetne, azt hozzá kell nyilvánvalóan tenni, hogy nem mindenki fogékony erre. Kik fogékonyak erre? Igazából szerintem két csoport, hogy egy kicsit leegyszerűsítsük. Az egyik azok a meggyőződéses Fidesz szavazók, akik el akarják hinni azt, amit a kormány oldal mond, és ezért lelkesen el is hiszik. Nyilván ez van a bal liberális oldalon is. A másik pedig azok a bizonytalanabb szavazók, akik nem nagyon követik a politikát, de ami szembe jön velük, azt fogadják el. És az a helyzet, hogyha ma az ember csak úgy nem túl tudatosan mozog a világban, akkor a Soros Györgyel kapcsolatos hirdetések jönnek szembe az utcán, a rádió hirdetésekben, a TV hirdetésekben, mindenhol. Úgy hazugsága, hogy van, ugye kim van a plakát, Soros György áll középen, erővágóval pedig ott áll a teljes ellenzéki vezetés, gyakorlatilag, mert ők lebontanák a kerítést. Mindegyik pártvezető elmondja, hogy nem igaz. Ennek ellenére működik? Igen. Működik, mert hogyha... Akkor nekünk nem kell a valóság, nekünk elég, ha mutatnak valamit. Az vagy valódi, vagy nem. Ez sajnos így van. Az a helyzet, hogy nagyon sokan egyébként jobban szeretik a meggyőző, kényelmes hazugságot, mint a valóságot, és egyébként azoknak a számára, akik ezt el akarják hinni, ez egy jó üzenet, akik meg keveset tudnak, azok lehet, hogy elhiszik, mert nem hallanak mást. Hogyha csak egyféle állítás van a nyilvánosságban, és persze még nem tartunk itt, mert vannak helyek például, itt el lehet mondani ezzel ellentétes véleményeket is, de én azt gondolom, hogy egyre inkább szűkülnek azok a terek, ahol ezt el lehet meg mondani. Meg hát az üvöltő hangerőhöz képest vékony hang az, ahol még el lehet mondani. Igen, és szerintem amit a kormányos felépít, az egy olyan médiavilág, egy ilyen virtuális valóság, ami alapvetően két gyökérből táplálkozik. Az egyik az egész nyugati világon, ugyebár megvan az egész valóság utáni világ, erről már beszéltünk itt múltkor, aminek a lényege, hogy aki hangosabban beszél, annak van igaza, és szinte mindenféle történetet el lehet mondani, és erre volt példa az Amerikai Egyesült Államokban is. A másik pedig is az a helyzet, hogy ezt ki kell mondani. Magyarországon nyilván a 20. század jelentős része az nem demokratikus rendszerekben történt. És van egy nagyon erős nem demokratikus szocializáció. A mostani kormányzati propaganda, az bizonyos vonatkozásokban azt mondhatjuk, hogy a kommunista propaganda jellegzetességét viseli, és az 50-es évekbelét, ami nagyon erős ellenségekkel operált, ami nagyon erősen az indulatokat igyekezett felkorbácsolni, és a logikája az ez. A kérdés az, hogy meddig lehet ezt az izgalmi állapotot fenntartani, úgy, hogy ez nem fut ki igazából sehova. Hát nyilván most április 8-án akarják. Mert az egy fontos cezúra lesz, és aztán meglátjuk. Én azt gondolom, hogy annál tovább is, de majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Én köszönöm.